Sziasztok! Ez a februári haul videó, amiben megmutatom, hogy miket szereztem be, miket kaptam, miket vásároltam. Nagyon borús kint az idő, de most már ezt nem tudtam tovább halasztani, úgyhogy remélem, hogy azért látni fogtok belőle valamit, és remélem nem olyan zavaró, hogy nem elég jó a fény, de sajnos ez van, még világítást nem sikerült beszereznem a videókhoz, úgyhogy ilyenkor, ilyen korlátozott lehetőségekkel próbálok operálni. Na de vágjunk bele, elég sok termék gyűlt össze egy kosárkába, illetve ruhák is vannak most, meg mindenféle, úgyhogy próbálok tematikusan végigmenni rajta, de nem biztos, hogy sikerül, úgyhogy ezen ne ijedjetek meg. Kezdjük először is, érkezett tesztelésre egy új márka, ami hajápolási termékeket tartalmaz. Ez a Vitaker nevezetű márka. Három termékét próbálhattam ki, vagy próbálhatom ki. Már kipróbáltam, mert nagyon kíváncsi voltam. Ezek natur és bio termékek. Egy sampon, egy hajkondicionáló, illetve egy újra struktúráló balzsa is van benne, úgyhogy nagyon izgalmas volt, és meg kell mondanom, én ezektől a natur hajápolási termékektől nem várok sokat, de ez nagyon jó. Abszolút nem hittem volna, hogy a Dove samponommal valami vetélkedhet, de hú, tényleg nem tudom, hogy néztétek-e annó a Merrill's Place-t időszámításunk előtt. Abban volt Amanda, akinek iszonyú jó haja volt mindig, nagyon tetszett, hogy van tartása, és olyan tömött, és szép, és szőke, és gyönyörű csaj amúgy. És mikor megmostam a hajamat, akkor abszolút utána olyan érzésem volt, hogy az én hajam is egy kicsit olyan. Tudom, hogy ez így hülyén hangzik, de tényleg így volt tartása, nagyon szép, fényes is lett tőle, szóval abszolút, amit szerettem volna, vagy szeretnék egy hajápolási terméktől, ezt megkaptam így elsőre. Nyilván idő, amíg ez kiderül, hogy mennyire jó. Ez, kezdjük először is, ez a sampon, amire azt ír, hogy organikus gazdálkozásból származó zab és kamilla kivonattal készült bio sampon, nem tartalmaz agresszív habzást elősegítő összetevőt, szilikon parabéneket és szintetikus színezékeket, ideális a haj mindennapos tisztítására, gyengít formulája, hidratálja és regenerálja a hajszálakat a gyökerektől egészen a hajvégekig. Erősíti és rövidítja a töredezett hajat. Igen, kicsit beteg vagyok, és ez hallatszik. Nagyon jó tényleg ez a sampon, illetve a hajkondicionáló is. Ugye szilikont és parabént nem tartalmaz, illetve úgy látom, hogy vazelint sem. Úgyhogy ezek nagyon szép, tiszta termékek. És nekem a spray is újra struktúráló balzsam, ami argánolajat tartalmaz, és nagyon tetszik, és tényleg nagyon szépé tette a hajamat, ezt ki se kell öblíteni, úgyhogy ez egy plusz pont. Majd ezekről lesz nyilván teszt, főleg, hogy nagyon tetszenek, úgyhogy ezekről fogok majd írni. A következő termék az a Nivea Aftershave-je, nem tudom, hogy beszéltem-e róla az előző videóban, úgyhogy most mindenképp beszélek róla. Az aftershave-et ugye most primerként nagy divat használni, és nem csak nagy divat, hanem tényleg baromi jó. Úgyhogy ha primert szeretnétek, illetve olyan alapozást, hogy ez biztos, hogy úgy maradjon estig, akkor ezt a Nivea Formen aftershave-et, a szenzitív változatot, amiben nincsen alkohol, ezt vegyétek meg, és egy csodát kaptok, nem lesz kiszáradt rész az arcotokon sminkeléskor, mert ez már eltünteti, illetve a pirosságot is lehúzza, úgyhogy csodálatos. Sajnos beteg vagyok, de tényleg nem akartam már ezt a videót tovább halasztani, ráadásul nagyon lassan gyógyulok, úgyhogy nem ismertem, mert ki tudja, hogy holnapra hogy leszek, úgyhogy lehet, hogy néha köhögök, néha pedig elbúcsúzik a hangom, de azért remélem, hogy így is értékelhető videót alkotok. A következő, amit rendeltem, az rendeltem egy csomó, minek hívják ezt, konyak szivacsot.
amikből több fajta is érkezett eBay-ről, illetve érkezett egy koreai márkájú is. Az egész családot felszereltem ezekkel a szivacsokkal, mert szerintem baromi jók, illetve a barátaimnak is beszereztem belőlük. Ezek ugye arctisztítós szivacsok, és tényleg csodát művelnek a bőrrel. Abszolút feszesebb tőle a bőröm, amióta használom. Ugye masszíroznak is, tisztítanak, és még ráadásul hidratálnak is. Úgyhogy írtam róla egy tesztit, ezt lerakom majd az infoboxba, és elolvashatjátok. Hó elején a Biodermának a micellás fesztivál kiadásban beszereztem a micellás vizét, ez így fél liter együtt a kettő, nagyon megéri. Még nem bontottam ki, mert még egyenlőre csak örültem neki, hogy van. Szóval ezek a micellás vizek szerintem messze a legjobbak, nagyon jó a Biodermának ez a terméke, nagyon szép lesz tőle a bőr, és nagyon tiszta, és puha, és utána van egy ilyen sejmes érzet is, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. A következő, az pedig a szépségreceptek.hu szerzőjét, illetve blogírójától, bloggerinájától érkezett egy könyv, illetve egy szérum is tesztelésre. A Tindigó szépségreceptek címen Ildi elküldte nekem is a könyvét, amit már elkezdtem lapozgatni, tegnap érkezett csak meg, úgyhogy még egy-két napig ismerkedem a művel, de nagyon tetszik, és szerintem hiánypótló, hiszen benne van minden, amit tudni kell ahhoz, hogy hogyan alakítsatok ki egy bőrápolási rutint, illetve az összetevőkről, testápolásról, és még nagyon sok mindenről olvashattok. Ráadásul a bőrgyógyász kozmetológus ajánlásával íródott, vagyis hát ajánlja, tehát tényleg professzionális dolgok vannak benne, és semmi hülyeség. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, és aminek mind jobban örültem, és mivel már olvastam a pozitív véleményeket is, illetve hát minden bloggernek szerintem, aki szépségápolással foglalkozik, a célja az, hogy egyszerű is kiadhasson valami olyan terméket, ami jó, és amiben segíthet, és hát Ildikónak végre sikerült. A neve az a siker a terméknek, ami 15% C-vitamin tartalmazó szérum, arcszérum, ami ugye egy nagyon hatékony arcápolási termék, hiszen a hatóanyagok azok rendesen benne is vannak. E-vitamint is tartalmaz, ferulic savat, körömvirágot és édes gyökeret, és fel kell vinni a bőrre 3-4 cseppnyit, és ez nagyon gyorsan beszívódik. Kupakba érkezik, de van hozzá csomagolva egy pipeta is. Sajnos az enyém egy kicsit folyt, és így kikristályosodott rajta a termék, úgyhogy én ezt így állítva fogom tárolni, nem tudom miért, majd lehet, hogy egy kicsit így letisztogatom, de van ilyen, tehát ezt szerintem a szállítás során sérülhetett, és a pipetával lehet adagolni a terméket. Nos, szerintem nagyon-nagyon jó. Eleinte csípős érzést fogtok érezni, ugye ez a rengeteg koncentrált dolognak köszönhető, illetve savas a kém hatása a terméknek, de hozzá fog szokni a bőrötök, illetve ha ez zavarna, akkor hidratáló krémbe tehetitek bele, és akkor ezt abszolút kiütitek ezt az érzést. Én szeretem, mert én már megszoktam a keleti szérumoknál ezt, hogy a C-vitaminos termékek egy picit csípnek, tehát én ilyenkor a hatást érzem, vagy olyan érzetet ad, hogy hú, ez hatni fog. És azért van egy ilyen nagyon sötét üvegben, ez egy picit lilás üveg, mert ez szűri ki legjobban a napfényt. Érdemes hűtőben tárolni majd ezt a terméket, hogy ne veszítse el a hatóanyagtartalmát, és kb. 3 hónap alatt el kell fogyasztanom, mert addig van benne a legtöbb vitamin, illetve hatóanyag. És igen, is hűvös helyen, tehát a hűtő a legtökéletesebb erre. És tényleg nagyon-nagyon szuper, mert első használatnál is éreztem, hogy simítja a bőrt és feltölti, és az egyik barátnőm esküszik a C-vitaminos termékek hatására, hát gyerekek, a csaj 33 éves, és egy darab ránca nincs, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindent elmond.
én is rá vagyok most már kattanva arra, hogy C-vitaminos termékeket használjak, illetve még mindig ott van kívánságlistán a... gyorsan akartam mondani. Szóval van egy pár ilyen termék a listán. Na mindegy, ebben már nem jövök ki, jó? Ezen kívül érkezett tesztelésre az Aromaxnak egy dobozkája, ami itt van előttem. Van benne egy katalógus, prospektus, bele van írva minden, amit tudni kell az aromaterápiáról. Ennek nagyon örültem, mert érdekel a téma már régóta. Tehát néha nagyon hasznos amúgy ezeket a szúróanyagokat is elolvasni. Ezen kívül érkezett tőlük egy Aromax kézápoló, tehát ez egy kézkrém, jó nagy. Anyukám már feni rá a fogát, adok majd belőle, mert tényleg elég kiadós méret. De nekem is ráfér most már a kezemre egy kis műrápolás, úgyhogy ennek nagyon örültem. A másik az egy szemkörnyékápoló ránctalanító krém, ami ilyen kis cuki flakonban érkezett benne, és még nem is szakértettem meg, még kibontatlan, de megnézzük. Nagyon kellemes az illata. Ez nagyon tetszik. És úgy látom, hogy azért ez egy testesebb krémnek tűnik így elsőre. De hogy elkenem, nem. Nem volt igazam nem testesebb, hanem egy könnyű szemkörnyékápolóról van szó. Ez szuper lesz számomra, nincsen szemkörnyékápoló meg ideje. És valahogy nem éreztem annyira szükségét, de hát kell ideje, hogy legyen, úgyhogy ennek nagyon örülök. Illetve egy kókusz és a vajas dekoltázsápoló krém is került hozzám. A dekoltázsomra mindig az aktuális termékeket szoktam felvinni, amit az arcomra is, illetve ugye a nyakamra és a dekoltázsomra, hiszen ott látszik meg leghamarabb a kor. De tök jó, hogy kipróbálhatok egy olyan specializált terméket, ami tényleg erre való. És ő így néz ki. Nagyon szép szerintem a kivitelezésre, műanyag tégelyben van ez is, és le van ő is plombálva. Nagyon durva, narancssárga színe van, remélem, hogy látszik valami belőle. És hát majd ezekről is lesz szó. Ez a betegség megvarít, amúgy 3 hete körülbelül szenvedek vele, és ez valószínűleg azért is van, mert lábon hordtam kiegészténem mindent, hogy tudjak dolgozni, és ez nagyon rossz ötlet volt, úgyhogy ilyet ne csináljatok, ne legyetek olyan balgák, mint én, hogy nem veszitek ki a gyógyulási időt. A negyedik termék pedig, ha jól számolom, akkor az egy kókuszos sávajos arckrém argánolaja, és férfiaknak. Botan mindig reklamálni szoktam, hogy én kapok egy csomó terméket tesztelésre, és hogy ő is kaphatna már, úgyhogy ő most kapott, és szerintem nagyon fog neki örülni, mert szerintem a pasikban is benne van ez, hogy szívesen kipróbálnának dolgokat, és talán így, mivel ők azért nem ülne, nem tudom elképzelni Botondot, hogy leülne is egy blogot írna arról, hogy miket használ, de majd beszámolok róla, hogy hogy tetszett neki ez a termék. Ugyanolyan a csomagolása, mint a másiknak, és ez is le van ragasztva, és ez egy nagyon tiszta illatú krém. Ugye a férfiaknak gyártanak külön termékeket, de általában ezek tele vannak olyan adalékanyagokkal, amik nem túl jók, rengeteg alkohol tartalmaznak most ezekbe. Szerintem semmi ilyesmi nem lesz, de majd elolvassuk szépen a leírását. És szerintem hiánypótló lenne egy pár olyan márka, ami a férfiaknak tényleg jót tevő termékeket gyárt. Úgyhogy én ennek örülök, ennek a kezdeményezésnek is. Én az Aromax termékeivel baromi elégedett vagyok. Az olajait, illetve ilyen szírumokat én használom napi szinten, és nagyon jók, úgyhogy örülök, hogy így, hogy rá van írva a férfiaknak, így talán Botond is motiváltabb lesz, hogy most már krémezze az arcát. Bár jelzem, az ő bőre csodálatos, amit én irigylek, mert az enyém sehol nincs hozzá képest. Na mindegy. Igen, a következő
termék, amit beszereztem, és nagyon-nagyon örülök neki, az a Livebook, ami ugye ilyen cserélhető elejű, és nagyon-nagyon vágytam rá, ez a DM-nek a határidő naplója, és az egyik barátnőm Csilla mondta, hogy neki van pontja. Ó, mondom, én meg ezer éve szeretném, úgyhogy megkaptam tőle a pontokat, és nagyon boldog vagyok, mert ez tényleg egy baromi praktikus rendező. Ugye elől van egy ilyen kis rész, ahol be lehet tenni a papírokat, meg egyéb dolgokat. Van naptárrésze, van 2017-es naptárrésze, tehát ide fel tudjátok írni a fontos dolgokat, amit jövőre fel szeretnétek jegyezni, például mikor vannak akciók, meg ilyesmi. Valamint van havi tervező, ahova nekem a blogos dolgok kerültek be, hogy mikor mit tettem ki. És van heti tervező, amiben pedig így bekerültek a napi szintű dolgaim. És hátul pedig recepteknek van hely megadva, fogadóóráknak, teendők listáját ki lehet tépkedni belőle. Szóval ez egy tényleg baromi praktikus, és még méretében is egész jó kis rendező. Hátul pedig szintén van egy ilyen tassak, ahova be lehet pakolni dolgokat. Most itt egy zsebkendő került bele valahogy, illetve jegyzetek is vannak benne, nyitvatartásokat lehet felírni. Szóval tényleg nagyon-nagyon szuper. Ezen kívül a 100 forintos boltban találtam egy tündéri kis hintaló figurát, és bevallom, ezt azért vettem meg, mert hogyha egyszer majd gyerekem lesz, akkor ilyen jellegű dolgokkal szeretném dekorálni a szobáját. Úgyhogy valamilyen szinten ez beteges, de majd oda tök jó lesz módon vettem meg, be is fog kerülni, van egy ilyen babadobozom, amiben ilyesmiket gyűjtök, ne kérdezzétek miért 17 éves koromtól megszállottan gyűjtögetek ilyesmiket, illetve babaruhákat, úgyhogy mindenkinek van egy betegsége, nekem ez, úgyhogy ez oda fog bekerülni. Ezen kívül a bútoraim.hu nekik is le fogom tenni az infoboxba az elérhetőségüket. Érkezett egy doboz dolog hozzám. Nyilván a bútoraimból kitalálhatjátok, hogy lakberendezési dolgokról lesz szó. És egy nagyon izgalmas dolog is érkezett. A legizgibben, ami a bútoraimtól jött, ez pedig egy csoki. Méghozzá ez egy kerámia csoki, ami szobaillatosításra, illetve ruhaillatosításra szolgál. Itt van egy letört darabka már belőle, ez egy kerámia, ami át van itatva francia parfümökkel, és valami eszméletlen jó illata van, nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Nagyon szép maga a csomagolása is, és most kinyitom, ami még így maradt egybe benne. Az pedig így néz ki, el kell törögetni, és én a szekrénybe tettem be, illetve Botond is kért az ő szekrényébe, és tényleg jól átveszi a ruha az illatát. Szobaillatosításra szerintem kell egy teljes tábla kipakolva mindenhova, de amúgy néhány kocka elég a szekrénybe, és tényleg valami szuper és zseniális ötlet szerintem, és a legjobb ajándék, hiszen mindig ilyen csokikat meg ilyeneket, bombonokat adunk. Na hát ez egy olyan csoki, ami meglepő lesz az új tulajnak, a meglepni szánt személynek, viszont szerintem nagyon fog neki örülni, mert ez egy kreatív ajándék. Ezen kívül egy képkeret is érkezett, amit én nagyon szeretem, ezeket a csipkés képkereteket. Botonddal úgyis most szeretnénk előhivatni jó pár képet, mert az utóbbi egy évben valahogy nem sikerült összeválogatni az előhívni kívánt fotókat, úgyhogy ez tök jó lesz annak. És ami a legjobban tetszik, az pedig ez a tálca, ami a reggelizéseinkhez tökéletes lesz az ágyban reggelizős vasárnapokon, illetve szombatokon. Nagyon-nagyon tetszik, és egy ilyen plexilap borítja ezt a részt, ezt ki is lehet venni, illetve le lehet mosni, úgyhogy ez meg megint külön praktikus, és hát ez az indaminta, ez nagyon-nagyon mutatós szerintem. De majd fényképeket is láthattok a holpostban erről, meg ezekről a termékekről. És akkor térjünk rá a ruhákra, mert ebből is szereztem be néhány darabot ebben a hónapban. Az egyik az egy bakancs, ami ilyen csillogó, szegecses megoldású.
Igazából elszakadt a másik bakancsom, úgyhogy tüzet oltottam, felmentem az egyik ilyen turkálós oldalra, és ott találtam egy lánynál. Nem volt hordva, tényleg nem volt a talpán látszat, hogy nem volt rajta, úgyhogy tűzoltásból vettem meg nagyon olcsón. Úgyhogy most ebben járkáltam, amikor járóhangárós napom volt. Ez van. A következő termékek pedig a Kreativátortól érkeztek, ez három póló. Már írtam a Kreativátorról, illetve fut jelenleg a Facebook oldalon egy nyereményjáték is, amiben nyerhettek egyedi pólót, amit ti készíthettek el magatoknak. És szerintem ez szuper lehetőség, mert kielhetitek a kreativitásotokat, tényleg olyan ruhadarabot készítettek, amit csak nektek van, és hát én hármat készítettem, ebből az egyik az annyira nem egyedi, mert a márkának, illetve a cégnek az oldaláról választott minta alapján készítettem el. Ez egy ilyen shoppingolós póló, nagyon jó pofa szerintem, nekem nagyon bejön, és tök jó outfitek lesznek vele, és hát tényleg vásárlásnál pedig nagyon találó. Ezen kívül készítettem azért két tényleg saját pólót, az egyik egy ilyen kialakító feliratos póló, amit Győző Éva tervezett nekem ugye a logót, és szerintem nagyon jól mutat, úgyhogy ennek nagyon örültem. És ami pedig szerintem még jobb, és ez is Győző Évának a skicce, az ez a póló, amiért odáig meg vissza vagyok. Nagyon jók amúgy az anyagai ezeknek a pólóknak, én az Adler nevezetűt választottam, XS-esbe az a méretem is, tökéletesen jó is. Mindhárom pólóval nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, hogy vannak egyedi pólóim, és rengeteget játszok egyébként a Kreativátor oldalán, hogy még milyeneket tudnék elképzelni a outfitekben, úgyhogy nézzetek mindenképp rá az oldalra, az infoboxban megtaláljátok az elérhetőségét. A következő, amiket vásároltam, voltam Debrecenben a fórumban, és körülnéztem, és hát nagyon nagy akciók voltak, úgyhogy elég sok mindent összeszedtem, de Nyíregyházán is találtam pár jó dolgot, meg úgy unblock turikba is, úgyhogy most tényleg sok cuccot vettem, de nagyon olcsón. Nem emlékszem mindennek a teljes árára, illetve az akciósra, úgyhogy ezt most mellőzni fogom. Az első, amit megvettem, és már nézegettem télen, ez a piros szoknya, amit a New Yorkerben kinéztem, van zsebe, nagyon kis cuki, meleg is, mert elég vastag az anyaga, úgyhogy én télen is nagyon szeretem a szoknyákat, vastag harisnyával, szerintem nagyon nőiesek, és ebből az SS-t vettem meg, mert nem volt már XS-es, hát egy kicsit nagy, tehát igen, de beleszerettem, úgyhogy kellett, és van egy ilyenem is végre. A következő az a Talivájból jött velem, és ezzel is már régóta szemeztem, ez egy Coca-Cola-s pulcsi, ami ilyen crop top jellegű, tehát rövidített, és nagyon-nagyon vágytam rá, XXS-esbe vettem meg, tökéletes rám, hát igen, akinek nincs melle, az XXS-es, és tényleg tök jó szerintem, úgyhogy ezt is sokszor fogom viselni, amint melegszik az idő, valamint a Bershkában szintén szilveszter előtt már kinéztem ezt a felsőt, ez egy crop top, ami tök jó flitteres, mini flittereket tartalmaz, és nagyon mutatós, hátul pedig kivágott, és van egy ilyen kis cipzáros rész, amivel fel lehet húzni vagy le, szóval ez is nagyon szuper lesz. Nyáron biztos, hogy valami buliba el fogom lőni, illetve outfitbe is vissza fog még köszönni. Ezen kívül még a Bershkában találtam az akciós cuccok között egy hosszú ujjú felsőt, ami egy ilyen barackvirág színű, és itt le van hajtva egy része, nagyon klasszú mutat felvéve. Ez is egy kicsit rövidke, bár nem teljesen crop top, de nem túl hosszú, viszont egy hosszított nadrággal nagyon jól néz ki felvéve. Ezen kívül voltam turiba is, és ott találtam a Hádába ezt a Next felsőt, ami egy nagyon klasszikus felső, ugye ilyen fekete-fehér mintájú és rövidújú, nekem nagyon bejön, egy-egy elegánsabb blézeres összeállítás is nagyon klassz lesz.
valamint egy crop topot is beszereztem, ez egy River Island crop top, és nyomott a mintája, ilyen kidomborodó. Ilyen kidomborodó a mintája, ami szerintem tök mutatós tud lenni. Nem tudom, hogy mi látszik, mert egyre sötétebb van, és megőrít ez az időjárás. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy viseljétek el ezt az esőt, mert valami túlélős tanácsot nyugodtan adjatok lenni, mert én már minden bajom van, depresszió, beteg vagyok, utálom. Jöjjön már nyár, léci. És még vettem egy turiban, egy kisebb turiban egy ilyen szűrös pulcsit, ez egy ilyen oversize pulcsi, ilyen rózsaszínes, tüdőszínű, nagyon puha, úgyhogy beleszerettem. És ugyanebben a turiban vadáztam le egy nagyon kis klassz felsőt, ami persze leesett. Szóval ő lenne az, ez a szemes felső, aki Instagramon követ már láthatta, nagyon cuki. Nagyon cuki, nagyon jól mutat, és már a fejemben több outfitbe is elképzeltem, úgyhogy amint kisüt a nap, akkor fotózni is fogjuk. Szerintem ilyen tavaszi jellegű szettekhez, de akár télihez is nagyon jól viselhető. Hát ennyi lett volna ez a betegeskedő februári haul videó. Remélem, hogy a hangom, illetve a fények se vontak le annyit belőle, hogy ne bírtátok volna végignézni. Remélem, hogy tetszett. Írjátok meg, hogy mi volt a kedvencetek belőle, illetve hogy mit kezdjek el nagyon sürgősen tesztelni, mert olvasnátok róla. És írjátok meg azt is, hogy miket vásároltatok ebbe a hónapba. Legyen szép napotok, és sziasztok!